Egy érdekes és pikáns párharccal folytatjuk, hiszen az NB2 lista vezetője a haladást fogadta a Gyirmódot, és óriási vendéghibát követően akár a hazaiak meg is szerezhették volna a vezetést, de nem tudtak élni a kínálkozó lehetőséggel. Hegedűs Márk, aki Délce Gergelyt vártotta csereként beszállva a mérkőzésbe, szerezhetett volna a vezetést, itt pedig egy óriási védés Verpectől. A gyirmótiaknak is azért voltak helyzeték, alapvetően egyébként nem ez volt a leglátványosabb mérkőzés, bár helyzetekben bűvelkedett. Megint csak a szombathelyiek, de Rusák Edvárd is gyönyörű védéssel mutatkozott be. 0-0 rendes játékidő és a hosszabbítás is. Jönnek a büntetőrugások, annak is az utolsó körében járunk Egálnál, amikor Mondori kihagyja a saját 11-esét, és hogyha a gyirmótiak részéről a csereként beszállt Szegi Vince belővi, akkor tovább lövi a gyirmótot. Már pedig ez megtörténik, úgyhogy büntető rugásokkal, de Csertő Jauril együttese ott van a Magyar Kupa legjobb 16 csapata között, köszönhetően Szegi Vince 11-esének. Azt gondolom, hogy ennyi lehetőségből azért a tiszta játékidőben is gólokat kellett volna rúgnunk. Nem sikerült, ráadásul még a hosszabbításból is ugyanott folytattuk, hogy rengetegszer eljutottunk az ellenfél 16-osáig, és ott nem jött az a várva várt pillanat, hogy gólt tudunk szerezni. Nem hiányzott a szombati meccset ez a 120 perc, de azt gondolom, hogy megérdemelten jutottunk tovább. A 11-esek meg az kiszámíthatatlan. Mi is hagytunk innen, de szerencsére tovább tudtunk jutni. A második fél időben, főleg mikor emberhátrányba kerültünk a Devecserész elszélése után, akkor a Gyirmótnak több helyzete volt, de igazából én azt gondolom, hogy a mérkőzés első percétől fogva a csapatom tisztességesen helytállt. Szeretnék is nekik gratulálni, büszke vagyok rájuk, hiszen végig igazi csapatként funkcionáltunk. Az idősebb játékosok, a Daniel Romics, Devecseri Szilárd, illetve a Holdam Gergő vezérletével a fiataljaink is lehetőséget kaptak, és tisztességesen helytálltak, megmutatták, hogy van bennük jövő.